kigyulladt egy ház a téglagyári úton, lakhatatlanná vált az épület. Városi gyermeknap a Csetényi Élményparkban, koncertek és kalandtúra várta a kicsiket. Légvárak csúszdák a vásártéren, a Nemzetiségi Önkormányzat is gyermeknapot tartott. Életüket áldozták a hazáért, a magyar hősökre emlékeztek János Halmán. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió hétfő esti hír összefoglalóját látják. Kigyulladt egy lakóház a téglagyári úton. A három járművel kiérkező kiskunhalasi tűzoltók azzal szembesültek, hogy a 96 négyzetméteres könnyű szerkezetes épület tető szerkezetére is átterjedtek a lángok. Három vízsugárral és kézi szerszámokkal avatkoztak közbe. Az oltást követően hőkamerával vizsgálták át a házat és elvégezték a szükséges utómunkálatokat. Az épület lakhatatlanná vált. Szitkozódott, ezért életveszélyesen összerugdosták. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt vádat emelt két férfivel szemben, akik magukra vették egy ittas nő trágár szidalmait, és azt számon kérve rajta életveszélyesen bántalmazták. Az eset tavaly januárban történt egy halasi csárdában. A testvér pára a vendéglátóhelyen italozott, amikor a sértett betért és italt rendelt. A nőt azonban az ittassága miatt nem szolgálták ki, ezért ezen felháborodva hangosan trágár kijelentést tett és távozott. A vádlottak magukra vették a nő szitkozódását, amitől idegesek lettek, mivel nem sokkal korábban halt meg az édesanyjuk. Utána eredtek, és a csárda előtt ütlegelni kezdték a nő fejét, illetve többször meg is rúgták. A sértett életveszélyes koponyasérülés szenvedett. Az ügyészség a két férfit társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettével vádolja. Egy éves halas új turisztikai látványossága a Csetényi Élménypark, ahol többek között a természet közelsége, kikapcsolódás, kilátó és játszótér, illetve rendezvények várják az érdeklődőket. Az egyéves évforduló alkalmából vasárnap egy emlékfát ültettek el a parkban. Az elültetett hársfa őshonos fa, és a méhek szeretik a virágját. A lakosság és a közösségek is jelezhetik, ha valamilyen alkalomból szeretnének emlékfát ültetni. Erre már vannak is példák, hiszen óvodák és cégek is éltek ezzel a lehetőséggel. Egy éves lett a Csetényi Park. Sok szkeptikus volt, aki ezt a parknak a felépítését igazándiból ellenezte és gátolta is, de igazándiból én úgy látom, hogy most a park az beteljesedett. Egy városi gyereknapot a városi önkormányzat jóvoltából tudunk itt tartani, illetve hát köszönjük annak az ötlet megálmodójának, aki ezt a parkot létrehozta és megálmodta, mert én úgy látom, hogy most nagyon jól látszik, hogy a gyerekeké lett a park, és mindenki örömmel, boldogsággal jön ki és tölt el egy napot itt. Szeretnénk igazániból egy olyan adományt elfogadni, ahol névre szólóan fákat lehetne kint ültetni. Nemes fákról beszélünk, ami igazániból egy szint hozna a Csetényinek az életébe. Itt igazándiból vállalkozókat vagy olyan magánszemélyek megkeresésére számítunk, aki szeretné, hogy az ő névre szóló fája kint legyen a Csetényi Parkban. Koncertek, sok játék és kalandtúra várta a gyerekeket Halason a Városi Gyermeknapon. Ezúttal a Csetényi Élménypark volt a programok helyszíne, így aztán volt mit bebarangolni és felfedezni. A nap kiemelt fellépője az Apacuka zenekar volt. Élmények a Csetényi Élményparkban. Kicsik, nagyok, családok sokan érkeztek a kiskunhalasi városi gyermeknapra. Remek napsütéses időben változatos programok várták az érdeklődőket. A helyi együttesek mellett az Apacuka zenekar is fellépett. Tavasszal nyílnak a virágok, a nyarban és szeretem, hogy nem fázok. A gyermeknap az fontos, mert minden nap fontos, számunkra minden nap gyermeknap, az Apacuka zenekar szinte minden nap utazik, az évnek nincsen olyan időszaka, amikor ne azzal foglalkoznánk, hogy koncertre készülünk, vagy éppen ne koncerteznénk. Úgyhogy szívünkön viseljük a gyermekeket minden napon, ez egy kicsit talán annyiban más, hogy több a program a kicsik számára, kicsit gazdagabb a kínálat, és örülünk, hogy részesen lehetünk itt Kiskunhalason is. A programokat, így az elmaradhatatlan kalandtúrát is a Halasi Városmenedzser Kft. Munkatársai szervezték.
Mi nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek, a Apacuka koncerten már túl vagyunk, rengetegen voltak, rengetegen táncoltak, énekeltek együtt a zenekarral, úgyhogy azt hiszem, eddig elmondható, hogy hatalmas nagy sikere van a Csetényi Parkos Gyereknapnak. Még a koncert közben is tele volt minden egyes állomás, nagyon örülünk neki, hiszen a park több részén igyekeztünk elhelyezni ezeket az állomásokat, és mindenhova mennek is a gyermekek játszani, feladatokat csinálni, úgyhogy ezzel együtt, hogy feladatokat oldanak, meg egy kicsit jobban megismerik a parkot is. Minden állomáson fogtok kapni pecsétet. Sokan döntöttek úgy, hogy belevágnak a kalandtúrába. Benne fogunk sok nasit, meg minden állomás megnézünk, és hogyha kapunk pecsétet, akkor remélem, hogy kapni fogunk ajándékot. Itt van egy szitakötő lárva. Ebből lesz a szitakötő, hogyha majd felnől. Itt van egy gőteporonty. Még van neki, mint a haja lenne, még az a kopoltyúja, még nem nőtt ki a tüdeje. A különböző állomásokon, különböző egyesületek érdekesebbnél érdekesebb feladatokkal várták a gyerekeket. Volt még kerékpár gumi pumpálás is, a gyerekek pedig ügyesen teljesítették a feladatokat. Most éppen zenélni kell, mi is ez? Citerán kell zenélni, hogy megkapjuk a pecsétet, a kettes pecsétet. Itt éppen a jurtáknál vagyunk, amit hogyha hátrafordulunk, látjuk is. Milyen feladatokat oldottál már meg eddig? Eddig volt már matekos, volt tollas, ami ott van hátul. Keresős. Volt már keresős is. Volt ilyen kukoricás, egy kukoricát kellett reszelni, darálni. Mennyire tetszik neked ez a gyereknap? Nekem nagyon tetszik, és szerintem jó, hogy így kitalálták, hogy ilyen helyekre kell menni, hogy 10 pecsétet össze kell gyűjteni, és akkor kapunk egy ilyen ajándékot. A nap folyamán különböző bemutatók is várták a gyerekeket. Lehetett csónakázni, finomságokat kóstolni, kipróbálni a vidámpark játékait, de még vízen járni is, így aztán senki sem unatkozott a gyermeknapon a Csetényi Élményparkban. A gyermeknap alkalmából többféle program várta a kisebb és nagyobb gyerekeket a Halasi Vásártéren május utolsó vasárnapján. Népszerű volt az ugráló vár és a csúszdák, de az arcfestés és a rodeóbika is. A játékos és sportos elfoglaltságok mellett a védőnők az egészséges életmódra, a rendőrök pedig a nyári veszélyekre hívták fel a gyermekek figyelmét, sok játékhoz pedig virsli és gyümölcskóstoló biztosította az energiát. Vidáman játszottak a gyerekek a kiskunhalasi vásártéren. A helyi cigány nemzetiségi önkormányzat már lassan hagyománnyá váló gyermeknapján többféle elfoglaltságot szerveztek az ide látogató családoknak. Ezt pályázati forrásból tudtuk megvalósítani, és nagyon szépen köszönjük Szűcs Csaba polgármester úrnak, hogy lehetővé tette, hogy ezt a gyerek programot ezt mi itt megvalósítjuk. A gyerekeknek van légvár, a kicsiknek, nagyoknak, különböző fejlesztőjátékok, a rendőrségről is jöttek ide a rendőrség munkatársai, a védőnői szolgálattól is jöttek ide, arcfestés van, különböző játékokat tudnak a gyerekek játszani, és úgy látom, hogy ezt így nagyon élvezik. A gyerekek is elmesélték, mi tetszett nekik a legjobban. A csúszda, a bika, meg a ugrálóvár. Tetszik nekem a sok légvár, meg a labdázás, meg a arcfestés. Mi az, amit még esetleg ki fogsz próbálni? A bika. Gyertek, egyetek gyümölcsöt. Gyere, vegyél akkor. A sok játék mellett az egészséges életmódra és a biztonságra is felhívták a gyerekek figyelmét. Azt szeretnék, hogy a gyerekek tudjanak, ugye, megismerjék a rendőrségnek igazából a munkáját, felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, meg megismerik az egészséges életmódot, meg igazából szeretnék nekik ugye kedveskedni, hogy van itt egy lehetőség, és hogy igazából, hogy ezeket az eszközöket próbálják ki. Ugye a mi költségvetésünk ugye ezt sajnos nem
nem teszi igazából lehetővé, és örülünk, hogy vannak ezek a pályázati lehetőségek, és a gyerekek ugye ezeket nagyon élvezik. Tudjátok, hogy mennyivel szabad menni lakott területen belül? 50. Nagyon jó, lakott területen kívül? 90. És ha autópályán mentek, ott mennyivel szabad? 130. Nagyon ügyesek vagytok. A Nemzetiségi Önkormányzat a vakációra is tervez elfoglaltságot a gyerekeknek. Készülünk július elején a gyerekeknek egy kéthetes napközis táborra, ezt is pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. Lesznek szakemberek, akik foglalkoznak a gyerekkel, lesz népművelő, a hagyomány megismerése, a kultúra ápolásáról fog ez igazából szólni, és a gyerekek hasznosan fogják eltölteni ezt a kéthetes szünetet, tehát nem az utcákon mennek, és akkor ott mászkálnak, hanem igazából egy hasznosan fogják eltölteni a szabadidőjüknek az egy részét. Ünnepi díszbe öltözött a felsővárosi Jézus szíve kis Szent Teréz templom szombaton délelőtt. Pünkösd előtt közvetlenül jeles évforduló kapcsán gyülekeztek a katolikus közösség tagjai Istenházába. A bejárat mellett elhelyezett 90-es szám is jelezte, hogy 1933. május 24-én szentelték fel az épületet. Ebből az alkalomból dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mutatott be szentmisét. Az esemény jelentőségét az is mutatja, hogy a távol lévő hívek a világháló segítségével élő közvetítésben követhették nyomon a történéseket. Az ünnepi szentmise keretében ketten részesültek a bérmálás szentségében. A Jánoshalmi Ben József Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezésében emlékeztek meg azokról a bakákról, akik életüket áldozták a hazáért és a településért. A Magyar Hősök Napja alkalmából megrendezett emlékműsor helyszíne a kis temető katonai parcellája volt. Beszédet mondott Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő. A szolnoki helyőrségi zenekar fogadta a Jánoshalmi kistemetőben a Magyar Hősök Napja tiszteletére megrendezett emlékműsorra érkezőket. A házigazda Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezésében zajlott a program a Hősök parcellájában. A programon részt vettek a Kiskuhalasi Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület tagjai is. A megemlékezés első szónoka György Pál Csaba nyugállományú alezredes, a helyi Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnöke volt. A nemzet akaratának és a törvény óhajának elegettéve a rendszerváltást követően megkezdődött a korábban feledésre ítélt hadisírok, katonai emlékművek, domborművek és kőoszlopok, fejfák felújítása, gondozása. Jánoshalmán a törvényt megelőzve a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület kezdeményezésére a város lakóinak és az önkormányzat, valamint a hadisír gondozó iroda támogatásának köszönhetően 1999. szeptember 18-án katonai tiszteletadás mellett felemelő ünnepség keretében felavatásra került a hősi sírkert. Az emlékező műsorban a Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum szakképzőiskola és kollégium diákjai működtek közre. Vérszagú jajszóval üvöltve sír a szél, fiatal életekről zokogva mesél. Csontjaik közt képek kendőbe kötve porladnak, és a föld arat maradnak örökre. Az ünnepi beszédet ezúttal Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő mondta el. 79 évvel ezelőtt történt szomorú eseményre. 12 vagy 14 somogyi, zalai, veszprémi, sőt bácskai bakár emlékezünk, akiket elküldtek ide a határba, Kiskuhalasról, hogy nézzük meg, hogy a második ukrán front, amely elfoglalta városunkat, községünket október 20-án, hogy meddig ért el, hol vannak a pihenőhelyeik, hol van a hadtestparancsnokság, hol van az a rengeteg ukrán és orosz és távol-keleti katona, akik előzönötték Magyarországot, és köztük Jánoshalmát. 12-14 fiatal férfi, akit szinte lekaszaboltak felderítőként, aki ismeri a hadtörténetet, tudja, hogy a legritkább esetben őket szokták lemészárolni, mert őket védi a tudás, hogy megtalálják azokat, akiket majd nekik kell szó szerint majd lekaszaboltatni. És furcsa módon a teljes hadtest, a teljes szakasz
megsemmisült itt a Terjeszalmi határban. A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték a kegyelet koszorúit és virágait a hősök fejfájánál, illetve síremlékénél. Éjfélkor indul a kerékpározás, bárki csatlakozhat a 24 órás bringás kihíváshoz. Kiskunhalas non-stop kerékpározással nevezett a kihívás napi programhoz. A vállalás lényege az, hogy május 31-én 0 órától legalább két fő mindig nyerekben legyen 24 órán át. A Halasi Városmenedzser Kft. Szervezői halasi és környékbeli bringásokat várnak a rendezvényre. Már előzetesen is voltak jelentkezések, de bárki bármikor csatlakozhat a kerékpáros kihíváshoz. A rajt és a cél a közösségek házánál lesz. Az előző évek tapasztalatai szerint a legtöbben várhatóan a Kiskunhalas Pirtó Kiskunhalas szakasz teljesítik, melynek jelentős része a biztonságos kerékpárúton halad, de bármilyen más útvonalat is lehet teljesíteni. A kerékpárosok emléklapot kapnak a részvételért. Most pedig híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Kigyulladt egy ház a téglagyári úton, lakhatatlanná vált az épület. Városi gyermeknap a Csetényi Élményparkban, koncertek és kalantúra várta a kicsiket. Légvárak csúszdák a vásártéren, a Nemzetiségi Önkormányzat is gyermeknapot tartott. Életüket áldozták a hazáért, a magyar hősökre emlékeztek Jánoshalmán. Kedves nézőink, a folytatásban jön majd az időjárás előrejelzés, majd a napi mozaikban a Zenélő díszudvar a Szent József iskolában című műsorról mutatunk egy részletet. Friss hírösszefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, azonban felhívom figyelmüket, hogy iratkozzanak fel a Halas Televízió YouTube csatornájára. Kövessék be a Halas Média Facebook oldalát, valamint a hátralévő éjszakában a következő 24 órában is friss híreket olvashatnak a halasmedia.hu hírportálunkon. Viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója